Presto! Pokolyó, szerinted... Igen, látom. Összebarátkoztatok, igaz? Pokolyó, tudod-e, mi a neve ennek a gyönyörű állatkának? Segítenétek Pokolyónak? Tudja valaki, hogy mi ez? Pillangó! Ez egy pillangó! Pillangó! Úgy bizony! Ez egy pillangó! Pillangó! Csűha! A pillangó felröppent! Pillangó! 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 Jaj, várj, Pokolyó! Szerintem... Pillangó! Ahogy mondtam, Pokolyó, szerintem könnyebb lenne, ha... Pokolyó! Pokolyó, várj! Szerintem... Pillangó! Úgy látom, Pátó épp tornázik. Pokolyó, szerintem próbáld egy egész kicsit... Pillangó! Pillangó! Csöndesebben. De hová tűnt Pátó? Pátó! Pátó, hát itt vagy! A pillangó arra felé szállt el, Pátó. Gyerünk, lessük meg, most merre felé röpdös az a pillangó. Tű, hisz ez itt Eli? Jót szúnyókál a napon. Pokolyó, szerintem az lenne a legjobb, hogyha... Csíha! Ott van! Pillangó! 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 Tudod, hogy a szundi madár miért mondta azt, hogy ssss? Pillangó!
tudja mondani valaki, mit jelent az, hogy csönd! Maradj csöndben! Úgy bizony. Okos vagy, Pokolyó. Azt jelenti, csak csöndesen. Remek ötlet. És az a helyzet, hogy én is éppen ezt akartam tanácsolni az előbb, amikor... Ja, igen, bocsánat. Tudjátok, a pillangót a legkisebb zaj is megriasztja. Úgy bizony, mindenki maradjon csöndben, nehogy elriasszuk a pillangót. Nagyon jó. Éljen, Pokolyó! Hoppá. Igen, bocsánat. Éljen, Pokolyó! Pápa, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.